Bonyhádi Völgységi Múzeum idén is élménytáborokkal várta a 7-12 éveseket, ahol a fókusz a hagyományápolás, a történelem, régészet, néprajz és természettudományok köré épült. Számos kézműves foglalkozással készültek, például hon- és helyismereti játékokkal, interaktív foglalkozással. Tematikus napokat szervezünk, ami azt jelenti, hogy partnereink révén érkeznek hozzánk kémikusok, fizikusok, de érkezik hozzánk népművelő, népi játékkészítő, fafaragó is, és van két kirándulós napunk. Gyerekek ma népi játékokkal ismerkednek, illetve fafaragás és csontékszer készítés a program, illetve a drukkolás technikáját és a hímzést tanulják meg a meghívott előadóink segítségével. A hímzésnek a drukkolás részét, amikor a minta rákerül a vászonra, azt a szakavatott hozzáértő segítőinkkel, illetve mi a hímzés technikáját, a kitöltéses hímzést tanítjuk meg nekik, ez kalocsai minta legfőképpen. Kiválasztasz kettő magadnak megfelelő, vagy hármat, és csak három egyformát próbálj megválasztani, és akkor nagyon szép körkörös mozdulattal megcsiszolgatod, és utána a szélét is, és csak. Csontékszerekkel készül Szedlacskó Csabi, ők létrehoztak egy kulturális egyesületet Závodon, és szeretné a fafaragás csontékszerkészítés technikáját megtanítani nekik. Ez még számunkra is egyébként meglepetés, mert soha nem láttuk, csak láttuk a szuper jó végeredményt. 18 gyerek érkezett most az első körben, és a következő, ami két hét múlva lesz, ott is leszünk 17-en. Annyira népszerű, hogy márciusban meghirdetett időpontjaink rögtön két héten belül betelnek. Ezen a héten elmentünk Komlóra, a Komlóverzumba, ami ugye ilyen ősmaradványokat és földtörténetet bemutató új kiállítás, illetve bányatörténeti kiállítás. Tegnap pedig a Szászvári Várkastélyt ismertük meg, és a nemezelés technikáját tanultuk. Tavaly meg tavaly előtt is voltam, és nekem nagyon tetszett ez a tábor. Miért tetszik neked? Hát mert utazunk mindenfelé, és élményeket élünk át, amiket nem biztos, hogy át tudunk majd a jövőbe. És már ma mit csináltok? Ma ilyen virágmintát csináltunk, meg régészkedtünk, meg ott bent a múzeumban régész dolgokról tanultunk. Most éppen a pólómat hímzem meg. És hogyan kezdtél neki a meghímzésének? Hát úgy, hogy először meg kellett drukkolni a pólót, és utána megmutatták nekem, hogy hogyan hímezzek. És milyen minta van rajta? Virágos minta van rajta. És ezen kívül már ma hogy fog telni a napotok? Jól fog telni, nagyon jól fog telni. Mert sok jót hallottunk róla, és volt már a szomszédunk, és ők is megmutatták nekünk, hogy miket csináltak, és akkor eljöttünk idén. Vettelek búzát, vettek hárpát, virágom, virágom. Közepébe csokros rózsát, virágom. Na még egyszer, vettek búzát, vettek hárpát. Jól érezzük magunkat, jó sok programmal, és én múlkor is voltam, és jól éreztem magamat. És nem tudunk unatkozni itt. Rám meg nem tudunk senki most nagyon vigyázni ezért. Ja, meg úgy is bejelentkeztük, és szeretek itt lenni, igen. És hogy érzitek magatokat ebben a táborban? Nagyon jó. Jó, jó, jó. Most még jobban. Jó. És mit fogtok ma még csinálni? Fogunk palacsintát enni, ebédet is fogunk enni. Már pólófest is megcsináltuk, még stb. Most csináltuk ilyen népi játékokat, és ilyesmi. Mik ezek a népi játékok? Hát ilyen régi játék, karikaizélás, patkódobás, ilyesmi.